2010. április 1-én kezdte meg működését a Termárium városi tanúszoda és tornacsarnok újfehértón. Az úszók és az úszni tanulók a szomszédos településekről is járnak ide, valamint a környező iskolák diákjait itt tanítják az úszás alapjaira. A medencék emellett egyéb foglalkozásoknak, például aquafitness, vízi aerobik, vízilabda, szinkronúszás és víz alatti tornacsoportoknak is helyet adnak. Ez az épületkomplexum városi ö, úszoda tornacsarnok, a 2010. márciusában lett átadva PPP-s konstrukció, tehát az önkormányzat, az állam és a Terma KFT magántulajdonban építette. Az Uszodát és a Wellness központot már 2014. szeptemberében sikerült megvásárolnia az önkormányzatnak. A komplexumból már csak a tornacsarnok van az építőcég tulajdonában, amit a tervek szerint hitelfelvétellel vásárol meg az új fehértói önkormányzat. A hitelt 5 évre szeretnénk felvenni szeptember 20-áig kellene megszületni a kormány döntésének, vagyis addig kell aláírnunk a szerződést a hitelintézet felé, hiszen addig tartja készenlétbe létbe a kölcsönt. A város költségvetésére nézve nagy könnyebbség lenne, ha megkapnánk a hitelt, hiszen évente kétszer fizetünk tőke a tőkébe, valamint kamatot is, és a sokkal több nagyobb összeg, mint az, amit a hitelbe kellene törlesztenünk. Ha új Újfehértó továbbra is havi bontásban törleszteni az építőcég felé a tartozását, úgy 1 milliárd 600 millió forintot kellene visszafizetnie. Ez az összeg a hitelfelvétel után 400 millió forintra csökkenne, amit 5 év alatt törleszthetne a város.